Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook oldalán válaszolt arra a kérdésre, mi szerint idén is megkapják-e a városban élő nyugdíjasok a 7500 forintos támogatást. A polgármester tájékoztatása szerint az elmúlt évek felelős gazdálkodása és tudatos költségvetései lehetővé tették, hogy a 2023-as büdzsében is gond nélkül biztosítsák az idősek települési támogatását, és egyébként a többi eddig megszokott városi támogatást is. Annak, hogy miért kell igényelni és miért nem adják oda egyszerű átutalással, kettő soka van. Egyrészt az önkormányzat nem rendelkezik teljes nyilvántartással a fehérvári nyugdíjasok személyéről, ezt az adatsort pedig nem adja ki a nyugdíjfolyósító, másrészt, ha nem ebben a formában, és nem támogatásként adnák a 7500 forintot, akkor jogilag adóköteles lenne ez az összeg, ezért szükséges egyben célszerű ezt igényléssel megoldani. Az igénylést a székesfehérvár.hu oldalon található, Székesfehérvári időskorú személyek települési támogatása megnevezési nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni, a kitöltött lapot pedig online, e papír formában lehet a legegyszerűbben visszaküldeni, ezen kívül postai úton, valamint a Városháza január 9-i urányítása után a Városháza portáján lévő gyűjtőládában lehet leadni.